Trend FM. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Tarts velünk és iratkozz fel a Trend FM YouTube csatornájára most! Átvette hivatalát Mark Rutte, a NATO 14. főtitkára, és nem egy könnyű időszak az, ami elé néz. Hát elég itt csak említeni az orosz-ukrán háborút, és egyébként más biztonsági kérdések is folyamatosan felmerülnek. Ugye a Közel-Keleten is háború van. Szóval nem egy könnyű időszak, de a kérdés az, hogy egyébként mennyire függ egy embertől, vagy a NATO főtitkártól egyáltalán a NATO irányvonal és bármilyen döntés? Azt mondhatjuk, hogy általánosságban a NATO főtitkár személyes véleményétől, álláspontjától a NATO egészének, a szövetségnek az álláspontja nem függ. Nem azt az álláspontot kell neki képviselni, amit ő val, hanem azt, amiről a 32 szövetséges tagállam mandátumként felhatalmazza a főtitkár. Úgyhogy ennek megfelelően az, hogy egyébként már mit gondol a világ dolgairól, az kevésbé meghatározó. Természetesen abban sokat segít, hogyha mondjuk így, hogy egy követ fújnak a tagállamokkal, hogy ő az, akinek a tagállamok körében a konszenzus teremtést azt erősíteni kell. Tehát a közös álláspontok megtalálásában azért neki kulcs szerepe van. Tehát akkor tulajdonképpen akkor jó egy NATO főtitkár, hogyha ő ügyesen tud lavírozni a különböző tagállamok védelmi miniszterei között, és egyébként a NATO főtitkár közvetlenül be van kötve az, akár az amerikai, vagy a nagyobb hadseregek főparancsnokai alá is? De fontos azt látni, hogy a NATO szervezete az két ágból áll, az egyik egy katonai, a másik egy politikai. A NATO főtitkár az a politikai szervezetet vezeti. Ennek a csúcs terve az Észak-Atlanti Tanács, ez az, amikor az állam és kormányfők találkoznak NATO csúcs találkozókon, és ezt a főtitkár vezeti, de olyan típusú ülések is vannak, ami a külügyminisztereknek, vagy külön a védelmi minisztereknek az ülése. Ezt is vezetheti adott esetben a NATO főtitkár, tehát az ő személyes kapcsolati hálója az valóban kiterjed. Ami nem jelenti azt, hogy neki feltétlenül forró drótja és élő kapcsolata van bármelyik vezetőhöz, de azért jellemzően, ha a NATO főtitkár oda telefonál Washingtonba, akkor nyilván felveszik a telefon. Viszont ez azt is jelenti, hogy ő nem kifejezetten a katonai oldallal van kapcsolatban, hanem a politikaival. A NATO-nak a katonai feladatait, a katonai kapcsolattartást, azt a katonai bizottságnak a vezetője végzi. És egyébként, amit lehet tudni Mark Rutte-ról, ő mennyire jó politikus ilyen szempontból? Az elmúlt bő egy évtized tapasztalata alapján rendelkezik azokkal a készségekkel, amivel a NATO főtitkárnak rendelkeznie kell. Egyrésztről ugye koalíciós kormányokat tartott hatalmon is vezetett ugye országában, és ez minden esetben azt jelentette, hogy ott neki konszenzust kellett keresni, és partnerekkel kellett együttműködni. Másrésztről pedig ugye miniszterelnökként ő a nemzetközi politikában ismert, és már a korábbi években is a világ vezetőivel tárgyalt számtalan alkalommal, tehát nem egy olyan partnerről van szó, akinek most kell megtanulni a nevét, hanem olyannal, akit korábbról is jól ismernek, és nagyon fontos az, hogy a NATO arca kifelé a főtitkár, tehát ő az, aki kommunikálja a közös álláspontokat, és ezeket mondjuk úgy, hogy nagyon professzionálisan, szakmaian, érzelemmentesen kell mind a szövetségesek partnerek felé, mind az ellenfelek, ellenségek felé, tehát ez egy értéksemleges pozíció, és ezt szerintem a korábbi tapasztalatok alapján jól tudja képviselni. Akkor ezek szerint az Európai Unió és a NATO közötti kapcsolatok javulnak, vagy jobbak lesznek, bár egyébként nem gondolnám, hogy rossz lenne? A két szervezet között alapvetően nem rossz a kapcsolat, sőt mondhatjuk, hogy nem konfliktusos a kapcsolat, nem azzal szokott gond lenni, hogy mást akarnak megvalósítani, hanem az, hogy a tagállamokban ugye nincsen teljes átfedés, és vannak olyan esetek, amikor az egyik szervezetben tagokként ott ülő országok a másiknak a működését egy kicsit akadályozzák a saját nemzeti érdekeik miatt. Mondjuk a ciprusi ügy miatt, ugye Törökország, Görögország között van rendszeres feszültség, csak hogy egy ilyet említsünk. De alapvetően most már 15 éve, akár visszamondhatunk egészen 2003-ig, egy úgynevezett Berlin plusz megállapodási, a NATO és az EU között az együttműködés az igyekeznek elmélyíteni a gyakorlati kérdésekben. Ugye egyébként az Európai Unió szorosabbra fűzte kapcsolatát a NATO-val az orosz-ukrán háború miatt, tehát itt az orosz agresszió után látszik is, hogy az európai országok azok az országok, amelyek vonakodva költötték el a kötelező pénzt, vagy még annyit se. A NATO-ban most azért éltanulók kezdenek lenni. Van egy hagyományos szerepoztása a NATO és az EU között, hogy a NATO szokta klasszikusan a nagy, kemény katonai feladatokat felvállalni, és mondjuk Európa területvédelmére koncentrálni, vagy a transzatlanti térségnek a területnek a védelmére koncentrálni. Az Európai Unióhoz képest úgy nevezzük, hogy a puha kihívásokat, a transznacionális kihívások, terrorizmus,
migrációs egyebekkel szokott foglalkozni. Az orosz-ukrán háború ezen annyit változtatott, hogy számos tagállam mind a kettőnek, mind a két szervezetnek a tagja, ugye jól érzékeli azt, hogy Európába visszatért egy nagy hatalmi konfliktus, és valóban, amikor mondjuk a kelet-közép-európai államok, az itt mindkét szövetségnek a tagjai növelik a védelmi kiadásaikat, erősítik a saját nemzeti adereiket, az mind a két szervezetet egy ideig erősíti. Most így Mark Rutte hivatali ideje alatt mennyiben fog átalakulni, vagy tud átalakulni a NATO? Itt arra gondolok, hogy ugye az előző NATO csúcson már az el is dőlt, hogy az Egyesült Államok egy kicsit hátrébb lép az európai biztonsági kérdésektől, és egyéb területekre fog koncentrálni, Ázsiára például. Ez most tovább erősödhet, ez az irány? NATO-nak az Egyesült Államok meghatározó tagja, a legerősebb tagállam, legnagyobb katonai erővel rendelkező tagállam a szövetségen belül. És van egy olyan hosszú távú trend, ezt 2010-es évek eleje óta látjuk, ami az amerikai Egyesült Államoknak az úgynevezett Ázsia felé fordulása, tehát hogy ők Kínára fognak egyre jobban koncentrálni. És ahogy haladunk előre az időbe, ez egy természetes folyamat, ezzel számolni kell mindenkinek. Másrészt rövid távon pedig vannak olyan üzenetek, és most a novemberi amerikai elnökválasztás kapcsán Donald Trump fogalmazott meg elnökjelöltként ilyen típusú üzeneteket, hogy az európaiaknak valóban sokkal nagyobb szerepet kéne vállalni a saját biztonságot a garantálásában a védelmi képességek megteremtésében, és azt is belebegtette Donald Trump, hogy adott esetben, mint a 2017-ben láttuk, ugye költségek szempontjából jobban be kell szállni az európaiaknak, és hogyha ezt nem teszik meg, akkor mondjuk is, hogy hátrébb lép az Egyesült Államok. Ebben nem azt kell belelátni, hogy kilépnek a NATO-ból, de mondjuk jelentős mértékben tudják csökkenteni az európai katonai jelenlétüket, aminek nyilván az kell lenni, hogy a következmény az európaiaknak kell valahogy ezt pótolni. És akkor Mark Rutte egyébként nyitott kapukat dönget akkor, amikor ebben az irányban fog lobbizni. De Mark Rutte szerepe ebben a vitában az lesz, ha ezt vitát nevezhetjük, hogy próbálja moderálni az amerikai követeléseket, elvárásokat, másrészt pedig valóban az összes többi tagállamot arra késztetni és bíztatni, hogy tartsák szem minimum a GDP 2%-ának megfelelő védelmi kiadásokat, ami most 2024-ben nem olyan rossz egyébként a mutató ilyen szempontból, olyan 24 tagállam teljesíti ezt a mutatót, és egyelőre a vállalások 2025-ben előremutatóan még jobbak, hiszen látják a változó geopolitikai helyzetet az államok. Úgyhogy Mark Rutte-nak nyilván trükkös lesz a helyzete, de ez most kevésbé tűnik megoldhatatlannak, mint mondjuk 2014 után Jens Stoltenberg előtt álló feladat, amikor csak három tagállam teljesített a 2%-hoz. És lehet, hogy erről már korábban kellett volna beszélni, milyen állapotban lévő NATO-t vesz át Mark Rutte? Ez egy jobb állapotban lévő, mint mondjuk 2019-ben. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a NATO jelen pillanatban elég életerősnek mutatkozik, illetve elég dinamikus. Ha visszatekintünk itt a korábbi években, ugye elhangzott olyan típusú kritika, hogy a NATO agy halott, amelyet azt jelentették, hogy nincs elég politikai konzultáció. Ez most már egészen dinamikusan zajlik, folyamatosan zajlik az amerikaiak és az európai fél között. Volt szó arról, hogy nem költenek eleget a tagállamok, az orosz-ukrán háború azért nagy mértékben orvosolta, és volt arról is szó, hogy az európai haderők nem elég erősek, hát ez még nincs megoldva, de mondjuk úgy, hogy haladnak a tagállamok, illetve az európai védelmi ipart is elkezdték megerősíteni, tehát jobb helyzetben van a NATO, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Trend FM. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Tarts velünk és iratkozz fel a Trend FM YouTube csatornájára most!